Megérkezett a stúdióban Mezei József, a Városi Tanács művelési osztály vezetője. Köszöntelek, örülök, hogy eljöttél, és már is a kérdés. A tegnapi végrehajtó bizottsági ülésen szó volt dr. Elhárt Imre felmentéséről. Hogyan fogadta ezt a testület, egyáltalán milyen hangulatban tárgyaltátok-e napi rendi pontot? Hát tulajdonképpen nincs abban semmi rendkívüli, hogy a testület tárgyalja, tehát nem a hordereje miatt tárgyalt, hanem a testületek dolga, mert hiszen a testület a kinevező. Most, hogy a fölmentésről van szó, akkor nyilván a testület hagyja jóvá ezt is. Hát azt kell mondanom a végrehajtó bizottsági ülésről, hogy sajnálattal vette tudomásul Elhárt Imre lemondását. Hát végül is egy apácai díjas nevelőről van szó. Ugyanakkor a tantestület felelősségét is nagyon erősen hangsúlyozta, és hát próbálta elemezni, hogy miért is lett ügy városszerte a Széchenyi és a Széchenyiben tapasztalható dolgok. Hozzá kell tennem, és én is ezt erősítettem a végrehajtó bizottsági ülésen, hogy munkajogilag alig megfoghatók ezek a problémák, amelyek ott nehezen voltak kezelhetők. Tehát 10 éves sérelmek jönnek elő. Megkockáztatom azt is, hogy időnként gyerekes problémák. Tehát az, hogy mit mondott valaki 10 évvel ezelőtt a tanáriban, vagy ez, hogy ellopták az osztálynapjókat. Itt rendőrségi vizsgálat is történt. Hát nem tudott vele mit kezdeni a rendőrség sem. Na most az egészben, amit én magam is elítéltem kezdettől, az tulajdonképpen az, hogy itt nem az iskoláról volt szó. Nem a jobb iskola megteremtéséről szólt a nóta, hanem személyekről. És itt tisztességtelen eszközökkel és módszerekkel szólt személyekről, mert hát én jól tudom, mert Erhard Imrével azért a kapcsolatot tartottuk végig, vele is folytunk a kibontakozás megfogalmazásával, vagy valami fajta törekvésünk volt, de hát ez nem sikerült igazán. Tehát azok a névtelen levelek, névtelen telefonok, a legocsmányabb hangvétellel, ezek, amik nem tetszenek ebben a dologban. Ilyenkor, egy ilyen esetben mi az osztály feladata? Én azt hiszem, most ugye hát Erhárt Imrét el kell helyezni, szóval neki dolgozni kell. Tovább nem tudom, hogy hol fog dolgozni, talán jobban tudjátok, és itt csatolom hozzá a következő kérdést is, eldőlte, hogy ki az iskola új igazgatója, mármint a Széchenyi gimnáziumé. Igen, hát a VB döntéssel kapcsolatban különösebb dolog nincsen, mert itt adminisztratív lépésről van szó, amit a szakigazgatási szernek végre kell hajtani. Ez úgy szól, hogy Elhárt Imrének a 22 éves munkáját elismerve címzetes igazgatói címet kapott, az 508-asban pedagógusként folytatja a munkáját. Ő fizika-matematikus is, tehát óraszámban hozható. Na most ennél sokkal fontosabb kérdés, azt hiszem, ami benne volt a te kérdésedben is, hogy vajon a szakigazgatási szervnek egy ilyen szituációban hogyan lehet viselkedni? Én azt hiszem, hogy tudomásul kell venni, hogy ez a kézi vezérléses irányítási modell, ami nagyon sok évig volt, ennek vége van. Többek között azért is, mert a tanárnak a munkáltatója az igazgató. A munkáltatói jogokat a Városi Tanács Művelődési Osztálya gyakorolja, de az igazgató fölött. Tehát abban a pillanatban, hogyha belső problémákról van szó, én azt hiszem, hogy a dolgok igazán csak belülről kezelhetők. A beszélgetéseink során én behívtam a tanácsra az egész Széchenyi vezetését, tehát nem csak az igazgatót, hanem a vezetést, ami egy eléggé nagy kör. Tantestületi értekezeten vettünk részt, ahol próbáltunk segíteni abba, hogy tisztázzuk a frontokat és a problémát. De ez igazán nem is jött elő. Szóval én ma sem tudom, hogy kik azok, akik a dolgokat hátul vezérlik, és nem hiszem, hogy 10 éves múltra visszatekintve ez vizsgálni lehet szakigazgatási vagy állami eszközökkel. Na most, van azért itt egy pont. Tudnék, hogyha ebből indulok ki, hogy munkajogilag ez nehezen kezelhető és nehezen fogható meg, akkor volt itt egy pont, amikor én ráerősítettem az Erhárt Imrére abban, hogy itt be kell dobni a törölközőt, nem ez a kibontakozás,
de ez segíthet a kibontakozás felé, és ez a következő. Államigazgatási szinten lehet egy vizsgálatot elindítani, amelyik mondjuk azzal a céllal indul, hogy ennek az intézménynek a teljesítménye csökkent. Járjuk végig gondolatilag. Ha ez a vizsgálat egy csomó dolgot előhoz, belső problémák miatt ez, föl kell tenni a kérdést, hogy a belső problémákat miért nem oldotta meg időben az, akihez tartozik, nem az igazgató, az egész vezetés itt porondra került volna. Na most, tehát itt van az a pont, amikor én úgy gondoltam, ez az én személyes döntésem, hogy ebben most nem szabad belemenni. Azért nem szabad belemenni, mert érettségi előtt, és hétfőn kezdődnek az érettségik. Képzeljünk el egy iskolát, ahol mondjuk egy fegyelmi vizsgálat beindul az év utolsó hónapjába. Itt tudjuk azt, hogy a gyerekek is benne vannak. Valószínű irányítottan benne vannak. A gyerekekkel beszélni, tanárokkal, vizsgálat indul. Hát ez az iskola padlomban. Teljesen. Ez biztos, hogy padlomban. Nyilván nem, mert csak van itt egy következmény ezeknek a dolgoknak. Azt mondtad, hogy ez belső ügy, és mire kiderül, és van egy pont, amikor kiderül, és így tovább. Nem képzelhető el az, hogy Pécset máshol is van ilyen, és nem tudunk róla, ilyen lappangó ügyek? Mert ez is lappangott jó sokáig. Igen. A végrehajtó bizottságon volt egy ilyen kérdés. Megkérdezték tőlem azt, hogy vajon lokális dologról van itt szó, vagy általános támadásról vezetők ellen. Na most én azt hiszem, hogy annyiban lokális dologról van szó, hogy én munkatársamtól ezt tudom, a Széchenyinek az elmúlt 20 évében nem ilyen jellegű, de konfliktusok vezetés és tantestület között voltak. Nem is egy alkalommal. Most én azt gondolom, hogy most van egy olyan politikai légkör, amikor ez a legmélyebbekig el tud menni, és most tényleg kibattant. Olyan mélységig, hogy ez lett a vége. Bocsánat, már csak egy nevet kérek. Tehát ki a Széchenyi Gimnázium új igazgatója? A tanulmányi helyettest bízta meg a testület, Kutyánszkinét. Teljesen logikus egyébként ez a megbízás, mert hát miután érettségi van, és az érettségit le kell vezetni, a tanulmányi helyettes, aki átlátja, aki benne volt az egészbe. Legyen a folyamatosság. Ő viszi a folyamatosan tovább. Na most közben nyilván a pályázati rendszer életbe lép. Tehát megpályáztatjátok az igazgatót. Elment a hirdetés már tegnap. A közlönybe meg fog jelenni, a pályázati rendszer azonban úgy működik, hogy miután rátartások vannak, tehát véleményezni a pályázatokat. Tehát lassú. Elég lassú, ez legalább 3-4 hónapos átfutás. Nem tudom, mikor jelenik meg a közlönybe, mert jön a nyár, és hogyan tudnak pályázni. Én azt satszolom egyébként, hogy még el kell indítani a megbízott igazgatónak az évet, tehát valamikor december fele lehet itt tenni. Igen, Jóska, nem beszéltük meg, én megkérdezem tőled, hogy vállalkozol arra, hogy itt maradsz velünk a műsor végéig, és ha netán érkezne a nézőktől kérdés, akkor válaszolsz végig mondjuk oktatásügyben Pécs kultúrális életével kapcsolatos kérdésekre? Nagyon szívesen. Jó, akkor mi megadjuk a Mezei József telefonszámát is, 323-33-on hívható. Tehát a művelődési oktatásra kapcsolatos, és egyáltalán az ügyekkel kapcsolatos kérdéseket ezen a számon várja. Mezei József még a 10286-on a növénypatikus várja kérdéseket, a 10286-on ugyancsak Koltai Dénes.